Áhítattal, igével kezdődött és imádsággal folytatódott a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés a nyíregyházi református templomban. A tudományos megemlékezés témája a reformáció öröksége a magyarok számára volt. A reformációra szinte már nem hagyományként, hanem egy gondolkodásmód elindulásaként tekintünk, hangzott el a rendezvényen. Egy gondolkodásmódnak az elindulása, amelyik nagyszerű megújulásokat hozott sok terén a társadalomnak, természetesen az egyházban is. Luther felismerései, amit Calvin János továbbvitt, az arra ösztönöz bennünket, hogy egy kegyetlen világban rátaláljunk a kegyelemre, egy nagyon hiszékeny, beeltethető világban arra az igaz hitre, amelyik tud tájékozódni a Szentíráson, amelyik könyv nem csak egy egyszerű könyvvallás, amelyik mondjuk gyűlöletre vagy ellenségképekre tanít bennünket, hanem aminek a szeretet a központja. És egy olyan megváltó után áhítozunk, amilyen Jézus Krisztus volt, aki nem az embert készítette ki, hanem az emberért adta oda magát. A reformáció 2017-es jubileuma arra keresi a választ, milyen szerepet játszanak a reformáció értékei a mai korban, illetve hogyan tudunk belőlük meríteni. A reformátor gondolkodás túlnyúlik a teológia határán, hiszen a 16. században Luther fellépése átalakította az európai vallást, megújítva a hitvilágát. Az egyházközösség a jubileumi év végéig számtalan programot szervez a megyében és az ország határon túl is. Egy csomó minden már mögöttünk van, rengeteg kiállítás, könyvbemutató, ünnepi rendezvény, megemlékezés, különböző találkozók vannak mögöttünk, konferenciák, amelyeken számba vettük ezt az örökséget, és még december 31-ig még a jubileumi év tart, úgyhogy addig még az eddig elkészült emlékművekhez, kopjafákhoz, táblákhoz más is fog adódni, ez határon túl is így van. Most a hétvégén például Rimaszombaton lesz egy reformáció emlékmű átadása, tehát ebbe a Kárpát-medence reformátussága is együtt mozdult, sőt, mondhatom, hogy a protestantizmus, mert Erdélyben is nálunk is nagyon sok evangélikus református közös rendezvény volt, amelyik azt mutatja, hogy a protestáns egység, ha még külön felekezetekben is vagyunk, éppen ezt a gondolkodásmódot adja vissza, ezért tudunk egymás mellett nyugodt szívvel megállni és együtt lenni, mint itt Nyíregyházán is. A reformátori gondolkodásmód lehet segítség a 21. század kihívásainak kezeléséhez és talán megoldásaihoz is. A jubileumi év december 31-én lezárul, de a protestáns értékek útja tovább fog folytatódni, tette hozzá Fekete Károly püspök.